szeretettel üdvözlöm Önöket, és először is köszönöm a megtisztelő bizalmat, hogy ismét bevezethetem a Magyar Kultúra Napja alkalmából a kerületben élő és alkotó képzőipar és fotóművészet kiállítását. Öröm azért is, mert régen figyelve, mint Önök közül sokan tudják, Rákos Pente művészeti életét, ismét megállapítható, hogy ennek az összetett sok pici közösségből összeálló kerületnek igen igényes a művészeti élete, és az itt élő művészek teljesítménye folyamatosan magas színvonalú. Ez a kifejezés, hogy magas színvonal több összetevőből keletkezhet. Része ennek a jeles művészi felkészültség, maga a tudás, része a kreativitás, az alkotó képesség, az alkotó erő, mondhatnám alkotó kedvnek is, része az eredetiség, a valamit mondani, a valamit kifejezni akarás. Fontos, untalan hangsúlyoznunk, hogy a művészet gyakorlása nagy szakmai tudást feltételez, hogy nem elég a tehetség, nem elég az adottság, hanem szükséges a képzettség, a folyamatos művelés, a művítőnek. Hogy ne a rutin, ne a megszokottság vezéreje irányítsa az alkotót, hanem legyen mindig benne a belső innováció, a belső tűz jele. Szakmailag ismertek a hangsúlyok, nagyon erős mindig a kerületben a festők, vagy úgy is fogalmazunk, hogy a festőként jelentkezők rétege, rendkívül erős karakterisztikusa a szobrászoknak a hangsúlya, kevés, de igényes a grafika, és ugyanezt mondhatjuk a kerámiára, a fotográfiára, és kicsit meglepő, de annál inkább hangsúlyos, hogy egy textilművész mutatja be most munkáját. És nagy öröm, hogy vannak visszatérők. Érdekes, hogy vonzása van a kiállításnak. Látunk itt olyan teljesítményeket, akik évekig távol voltak a kiállítástól, de most újra itt vannak. Egy textilművész van jelen, viszont egy kitűnő kárpittal, Ferenc Zsuzsa Foszfor című munkája, igazi francia kárpitt, gyönyörű műves darab, és ez a Foszfor cím valami olyan robbanást, olyan dinamikát mutat mindannyiunk számára, amit nagyon nehéz egy kárpittal megszűni. Zsuzsa erre a kivételes teljesítményre volt képes. A festők sorában természetesen most is Károly Ernő köszöntésével együtt jár az indítás, hiszen Ernő bátyán kezével áprilisában betölti 90. életévét, itt is tudom, hogy lesz kiállítása, rendkívüli az ő életműve, azért is, mert az absztraktól a realitásig most éppen olyat látunk tőle, ami budapesti tájképek fényviszonyait, én inkább így mondanám, örökíti meg. Öröm, hogy alkot és közöttünk van. Parag Ernő sem marad le sokkal korban mögötte, hiszen a 88. évében jár. Két kitűnő, nagy lógmenű, a földből kibukkanó és a tejutott betöltő holtörténye és az Orient megközelítő munkája most is nagy volumenű munka. Novák András egy hagyományosan teljesen más szemlélet, a búny és a protestálás festője, most is utal a múlt és a jelen ellentmondásaira nagyon igényes képen, és ha már a hal ilyen jelentős az ő munkáján, akkor egy hirtelen váltással hagyjelezzem, hogy Balonyi Pár Margit milyen kitűnő három munkával van most is jelen ezen a kiállításon. Fönt van egy olyan képe, amely utalhat a Bibliára a maga hal ábrázolásaival, kitűnő az ő anyaghasználása, összetett, finom, érzékeny, szellemiségében is nagyon igényes teljesítmény Balonyi Pár Margit három képe. Ugyanezt mondhatom el Barnod Zoltán, tőle itt van mind a két munka, a szürkének olyan különös gazdagságával állít elünk, egészen különös hangulatokat, természet és technika szembeállításával, ami kivételes erőről tesz tanúbizonyságot. Öröm Salamon György visszatérése, itt egy rá nagyon jellemző, expresszív munkájával van jelen. Miként Lakatos József a maga összetettségével, omázs munkájával fogjuk még őt hallani, ma nagy öröm, aki ennyiféle gyökérzetre építi a művészetét. Külön nagyon figyelemre méltó, és egyben említem a négy nevet, mögöttem látható Vári Zsófia, nagyszabású munkája, mellettem Kusovszky Bea képsorozata, ott a másik teremben látjuk Pál János Erzsébet képét, és szintén Kelemen Dénes Lehelét. Őket azt köti össze, hogy mind a négyen egy fiatal, feltörő generáció, és nagyon jó a hivatkozásom, mert mind a négyen valamiféle természetelmű felfogásban, ugyanakkor fiatalok, mutatják azt, hogy ma ennek a látvány alapú, így fogalmazom, festészetnek vonzása van, hol ilyen nagy expresszív erővel
mint Vári Zsófiánál, hol egyfajta liraisággal, mint Kusovszky Beánál, vagy éppen Pál János Erzsébetnél. Fönt látjuk a Gyulai iskolát, többe Emőke gyönyörű akvarelljét, Szakál Ágnes kitűnően hozza a Rákosegyi formáját, mikor említettem a föliratot itt a kedves kollégáknak, meglepődtek, hogy miről is beszélek, az a fölirat, hogy minden pénteken rock pinyó és valami Rákosegyi kerítésről másolták, és az egész kép hangulatával egészen rendkívüli, miként Lisányi Endre is különleges anyaghasználatával tűnik ki. Hajdúfi Zsuzsa a belsőt összekapcsoló nagy, monumentális problémákat szembesíti képi világával, Inosvai Krisztián gyönyörű pasztelyeivel, Kacsó Gergely pedig absztrakt, expresszív gesztusképével van jelen. A szobrászok közül hadd kezdjem én is Olán Szilveszterrel, aki szintén egy ilyen visszatérő, azt hiszem, nagy örömmel, és itt látható Szent Antal megkísértése plasztikája, amire rendkívül jellemző, és nagyon egyedi a kortárs magyar szobrászatban, hogy természetes, organikus anyagokat, bronzzal egyesít fát, bronzot, nagyon ritka megtalálni a plasztikai egységet, azt a mondandót, amit ő ebben a kompozíciójában megtalált. Gratulálunk érte, miként Benedek Józsefnek is az önmegújító, amiről beszéltem, hogy nem a rutin és nem a mindig ugyanazt kiállítani szemlélet vezeti Benedek Józsefet is. Kisgyörgyén kitűnő, gyönyörű érmeket látunk, részben természeti inspirációkkal, részben a magyar értelmiség két kiválóságát, Kósa László néprajztudós és a nemrég elhunyt Rátkai Györgyi grafikus művész megörökítve. Mecseki Hargita is mindig a több gyökerűségével mutat valami olyan számunkra, gyönyörű és megható a requiemje, és nagyon jó látni akvarelljeit, etüdjeit, amelyek ezt a sokszínű művészi világot tárják fel előttünk. Bogdáni Zoltán szultán mindig egy mélyütéssel tud ránk hatni, ezt most is megteszi, nem csak pofon vár minket, hanem egy mélyebb ütést ad számunkra. De a sajmászok maga szemléletében, a diktatúra ellenességével azt hiszem rendkívüli mű. Mindannyiuknak ajánlom alapos megfigyelésre ennek a különleges munkának. Végülis ez mondható Orosz Károly munkájáról és a világatlaszról, de a fülre lépni tilos ironikusságáról is, ami azt a hangulatot és életérzést jelzi, ami a magyar értelmiségben nagyon is meglehet. Öröm Domonkos Lászlónak a felszabadult Bartókját látni. Nagyon érdekes, hogy Bartók plasztikák jellemzően gondterhelt, jellemzően a világ nagy gondjait magában sűríti egyébként jogosan. Bartókot örökítettek meg. Valahogy Lacinak most egy kiegyensúlyozott, harmonikus Bartók büsztje állítódik itt ki. Jó látni Laborc Monika unikornisát és egyben keleties akvarelljét, Laborc Flóra címereit, pasztelyeit, Bedei Gábor organikus formavilágú plasztikáit. A grafikák közül most is kiemelkedik Ádámfi Pál míves részkarcával, szép pasztelyével. Újra csak azért gondolják végig, hogy ezen az egész kiállításon, 40 kiállítónál egyetlen egy kiállító van, aki részkarcokat hozott el. Ez Viktárius Nikoletta. Nagy öröm, hogy ezek a színes részkarcok egyáltalán él a műfaj. Ma már a műfaj jövőjén kell aggódnunk, a fönti tondóba foglalt orrfűje különösen közel áll hozzám. Miként Szalai Szilvia kaligráfiája is rendkívül esztétikus, nagyon műves darab mind a kettő, itt is és amit fönt is látunk. Ferenci Károly pedig ironikus grafikai mondandójával van közel hozzánk. A három fotográfikus pedig Ács József, Vicián Pál és Makovinyi Zoltán mindig rendkívül igényes. Én külön hadd emeljem ki Ács József csendéletének ellentmondásosságát, a hangszer gyönyörű, meseszép nemességét ezzel a profán műanyag kis székkel, ami ott van alatta, figyelemre méltó szép fotográfia. Kedves barátaim, a magyar kultúrán belül, amely egy rendkívül széles, és ahogy erre alpolgármester úr is utal, művészet közvetítéssel együtt és a művészeten kívüli kategóriákat is átfog, rendkívül fontos helyet foglal el ezen a kultúrán belül a művészet és a képzőművészet, amely nem hagyhatom szó nélkül az utóbbi időkben harci terepe is vált az utóbbi hónapokban a magyar szellemi életben. Átpolitizáltsága nem tesz jót az értékelvűség meghatározó voltának, de a viták remélhetően a problémák tisztázását és feloldását is hozzák, és nem kerül sor arra,
amit Kölcsey épp a himnuszban így vizionál, hányszor támad te fiat szép hazám kedvedre, és lettél magzatod miatt, magzatod hangvedre. Ennek az önemésztő, ennek az önpusztító sorsrontásnak állhat ellen az igényes művészeti teljesítmény, és remélhetőleg lesz az értelmiségi szellemi terület a dialógus és nem az ütközés terepe. Én nagyon gratulálva a kerület művészeinek, szeretettel nyitom meg a kiállítást. Köszönöm. Sinka István, a szobor neve Kenyérszegő. Úgy faragtam magamnak csak fából kiindulva, egy szent csodából, azzal az örök akarattal, amit magam hordok már magammal, mert pásztor apám egy régi őszön, imára borult a mezőkön, s akaratát a földbe harapta. De a maradékot nekem hagyta. Talán gondolkul, hogy én is fájjak, s hogy minden lázadást fába váljak. Tán éneknek, tán vigasztalónak, elsőnek tán, vagy utolsónak. Mondom, a szobrot kifaragtam, de vétkeztem, mert magára hagytam, s most ül egyedül az ősi ládán, mit eltagadott Magyar Ádám, kiért küzdöttem 9 napig, s most engemet gús gőg vakít az, hogy a szobor anyaga szólaljon meg, ha tud maga, mert Isten látja, ebben a perben nem adhatom neki a nyelvem, hogy véle nagyokat kiáltozzon, s engem a törvény elátkozzon. Én vezettem csak a bicska harcát, hogy kibonthassa könyörgő arcát, minek egy arasza hossza, s hogy kenyerét szét ne ossza, időtlen napig az ölébe tettem, s kését meg a dúcba szegeztem. S e szoborban az 1000 éves, hogy soha se szeghet, hogyha éhes. Én a mezőkre nem borulok, néha csak e szoborra hullok, szótlanul, mint vak szegellet, mert kínunkról szólni nem lehet.